Mi pedig megyünk tovább, és a következő témánk az egy olyan téma lesz, nem nagyon volt még ilyen, ami egyébként mind a kettőnket érint. Mindketten részt veszünk ebben az akcióban, bármilyen furán is hangzik, de gyereket emelünk majd szerdán 11 órakor. Nem örültünk meg mi ketten teljesen. A képernyőn már látják Skrapski Fruzsinát, a három királyfi, három királylány mozgalom vezetőjét. Szervusz Fruzsina, mondd el kérlek, hogy mit is csinálunk mi? Még remélhetőleg nem csak mi, hanem rajtunk kívül még több ezren, akár 10 000 és szerdán 11 órakor? Igen, ezt 2 éve találtuk ki, gyerekemelési világrekordként indult. Az volt a lényege, hogy egyszerre egy időben fölemeljük a gyerekeket, országszerte mindenhol, és minél többen legyünk. Ugye ez egy szabadtéri rendezvény volt, de már akkor is, 2 éve is volt, aki otthon emelte, volt, aki külföldön emelte, volt, aki a kertjében emelte, és akkor 10 000 gyereket emeltünk tavaly is, és idén, hát ugye csak online térben tudjuk ezt megszervezni, de sok híresség csatlakozik hozzá, köztük ti is. Remélem egyébként, hogy meg lehet választani a gyerekeket, mert hogyha az én 195 cm-es kosárlabdázó gyerekemet meg kéne fogom emelgetni. Igen, emelgetni, akkor azt hiszem, hogy másnap csípő protézisre várnék már én is. Mit vártok ettől az akciótól? Tehát hogy lehet úgymond jelentkezni, mit kell csinálni érte, és mi lesz a végeredménye? Igen, ugye a három királyfi, három királylány mozgalom az azért jött létre, mert sokkal több gyereket szeretnének a mai fiatalok, mint amennyi megszületik, és ezt népszerűsítjük, hogy a gyerekvállalás milyen jó. Hát mi azt reméljük, hogy rengetegen leszünk, akár többen, mint eddig, és kimutatjuk, hogy milyen jó a gyerekvállalás. Ugye a gyereket a magasba, fölemeljük a gyereket, annak duplán van értelme, egyrészt megmutatjuk, hogy mennyire büszkék vagyunk a gyerekekre, másrészt szárnyakat adunk nekik, felemeljük őket. Tehát ez egy jelkép, egy országos jelkép, és mivel most nagyon sokan vannak bezárva, ezért szeretnénk mosolyt csalni a nagyszülők arcára is, tehát a nagyszülők nézhetik ezt képen. Sőt, mi azt gondoljuk, hogy akinél nincs ott a gyerek, vagy túl nehéz a gyereke, az a fotóját is felemelheti. Sőt, most csatlakoztak, akiknek a baba a hasába van, és ők az ultrahangképet emelik fel. De édesek. Hogy lehet jelentkezni egyébként? Most eszembe jutott az, hogy Benjamin fiamat megkérem egyszerűen, csak hogy emeljen föl engem. Igen. Majd emeljük fel az apát, mozgalmat elindítjuk. Tehát hol lehet rá jelentkezni, és mi lesz ezekkel a fényképekkel? Tehát értem én, az online térben elterjed, mindenki megmutatja, és akkor a család büszkélkedhet, hogy akkor az ő unokájával, dédunokájával, gyermekével is találkozhatunk a neten, de az üzeneten kívül, tehát hol lehet jelentkezni, hova küldjék a képeket? Meg mit kell pontosan csinálni 11 órakor, tehát hova kapcsolódjunk, és akár nekünk is elmondhatod. Igen, április 29-én 11 órakor emelünk, erről valahogy fotót kell készíteni, ugye kicsit nehéz szelfit készíteni, miközben az ember emel, tehát hogyha van ott valaki, aki segít lefotózni, akkor azt a fotót felrakni, és ezeket a fotókat felrakjuk a Facebookra, Instagramra, mindenhova. Gyereket a magasba hashtag az, amit mindenképpen oda kell írni, és akkor így találjuk meg. De érdemes be is küldeni, van egy külön oldalunk, ami gyereketamagasba.hu, ahova be lehet küldeni. Ha hozzánk küldik, ha Facebookon küldik, ha e-mailen küldik, akkor azokat mind-mind kirakjuk, és akkor majd később összesítjük. Egyébként lesz egy ilyen show a Facebookon, meg több helyen is YouTube-on, ahol már fél órával előbb hírességek, akik emelnek, bejelentkeznek, és beszélgetünk róla, hogy miért, hogy például úgy tudom, György is be fog jelentkezni, és élőben emel, és ezt is lehet nézni, ehhez csatlakozni, és utána lesz egy nagy ováció, mint szilveszterkor, hogy visszaszámolunk, és akkor fölemeljük, és utána folyamatosan közöljük a rengeteg fotót, képet, videót, és látszik, hogy mennyien gyűltünk össze. Szuper és jó pofa az ötlet. Annyit azért elmondanál, hogy a legelején említetted azt, és ennek egy picit a mögöttes tartalmát, a számait is megnézném. Azt mondod, hogy a mai magyar fiatalok több gyereket szeretnének, mint amennyit egyébként vállalnak. Azt pontosan tudjuk, ez kimutatható, vagy van erre valamiféle kutatás, hogy mennyivel? Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, még nőtt is. Igazából ezt a mozgalmat a szüleim indították el, Kopp Mária és Krapszky Árpád, ők kutatták a magyar lelkiállapotot, és ők találták, hogy 2,3 gyereket szeretnének a mai
fiatalok, ez a magasabban képzett érettségizett és diplomásokra volt igaz. És most 2 éve készítettünk mi is egy felmérést az egyetemeken, és akkor már 2,5 gyereket szeretnének, tehát 2-3-at, ami egy nagyon magas szám, Európában is kimagasló. Tehát a magyar fiatalok nagyon családbarátok, a magyarok családbarátok is szeretnének gyereket, az egy másik kérdés, és erre jött létre a mozgalom, hogy aztán miért nem születik meg, mert ugye nem találunk párt, nem könnyű elköteleződni, nehéz összeegyeztetni a munka magánéletet, sokan válunk, nehezen jön össze a gyerek, szóval rengeteg oka van, mi minden okra próbálunk megoldást találni, de alapvetően szeretnénk gyereket, és szeretjük a gyerekeket, sőt, ami még érdekesebb, hogy házasságpártiak a fiatalok, tehát ugyanebben az egyetemista felmérésben 90%-ban házasságban szeretett volna élni, vagy szeretne élni a jövőben, tehát a vágy ott van a szívünkben vannak gyerekek, és mi azért dolgozunk, hogy meg is szülessenek. Egyébként most a karantén alatt esély is van rá, hogy megszűnjük. Hát ha nem a válások szaporodnak, hanem a gyerekek jönnek majd világra. Fruzsin, azt mondtam, hogy 10 000-en, ugye tavaly 10 000 gyereket emeltek? Akkor most nyilván ennél többet vártok, sőt, ezt azért szerintem meg lehet dönteni, nem? Mert annó szabadtéren volt, most meg mindenhol, bárhol az országban lehet csatlakozni otthonról. Hát mi nagyon reménykedünk, mindenképpen egy világrekord, tehát eddig is világrekord volt, de online gyerekemelés nincs, nem volt, tehát ha 10 emelünk, akkor is megdöltöttük a világrekordot, de mi nagyon, hát persze, tehát online térve végül is végtelen lehet a szám, világszinten is csatlakozhatnak, egyébként határon túlról már most rengetegen csatlakoztak Erdélyből, meg Pozsonyból, meg mindenhonnan, tehát igazából bármennyien lehetünk millióan is. Bocsánat, egyetlen egy szóra vagy számra van időnk, hogyha azt mondtad, 2,5-et szeretnének a magyar fiatalok, mennyi ez most realitásában a mai napon? Hát azt hiszem 1,4, ahol 1,4. Most tartunk. Nagyon szépen köszönjük, mi nem rontjuk az átlagot. Szerdán 11. Pont 2,5-es átlagnál vagyunk, ugye? Igen, így van, úgyhogy mi rendben vagyunk. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy itt voltam. Köszönjük, szia.